Mióta kitalálták a versenyt, most teljesített először női ultrafutó, ez pedig nem más, mint a kör a Börzsöny át, 152 km-es távon 30 órás szintidő alatt csak Takács Krisztián tudott kétszer végigmenni, most párban futottak Csernus Brigittával sikerrel, és hát ketten jöttek el hozzánk erről a, hát nem tudom, őrültségről mesélni. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó, jó reggelt kívánok! kívánok. E, ugye Csányi László volt az ötletgazda, de igazából ez a, nem tudom, kicsit mondjuk egy misztikus kör, szóval ez a verseny, ez, ez hogyan találódott ki, szóval mitől lett ez a kör nagybetűvel, Krisztián? E, mindenképpen szerettek volna a szervezők egy olyan kihívást létrehozni, ami a hazai terepfutóknak a legelősebb mezőnyét is próbára teszi. Erre egyértelműen a legalkalmasabb terep az a Börzsöny, a terep nehézségei miatt. Tehát az itthoni hegyvidéki futások közül biztos, hogy ez a legkíméletlenebb? Ez egészen bizonyos. Mi az oka ennek? Szóval annak mi az oka, hogy mit tud a Börzsöny, amit más hegységeink nem? Egyrészt településekkel nem nagyon van szabdalva, össze lehet rakni úgy 152 kilométert a Börzsönyben, hogy semmilyen települést nem érint a, az út. Tehát lehet a kanadai rengeteget mondjuk hát, imitálni. Körülbelül, és a Börzsönynek, mint hegységnek a geológiai kialakulása miatt nagyon-nagyon meredek felfelé, illetve lefelé szakaszok nehezítik. E, Brigita, milyen menet volt ez mondjuk egy útra Tél Hungary 111 km-hez, ami mondjuk egy Kazinci 200-hoz képest? teljesen más volt, nem lehet összehasonlítani a kettőt pontosan azért, mert a kör nem verseny, tehát nem is tudom mi a jó szó, a kör a kör. Nincs tehát az akkor ez pont... a nem véletlenül nagy igaz? Igen, az? ez egy nagyon vadregényes környezetben, szinte túlélő túraként is felfogható. Nincsenek frissítőpontok, mi a Csipivel segítség nélkül mentünk, ami azt jelenti, hogy mindent vittünk magunkkal. Tehát a frissítőpontok mozgó frissítőpontok a, voltak? Mi a magunk voltunk, igaz? igen, úgyhogy a zsákunk is nehéz volt, és nem találkoztunk emberekkel. Tehát nincs az, mint egy versenyen, hogy drukkolnak a frissítőpontokon, vagy ellenőrzőpontokon, szeretnek, bíztatnak, tényleg mindent megadnak nekünk ez itt hiányzott teljes mértékben. Szerintem kevés emberrel is találkoztunk, tehát nem nagyon voltak kint turisták, és ez, ez, szerintem ez a legnehezebb, hogy ketten egymásra voltunk utalva végig. Ebből a körből olyan klasszikus verseny nem is nagyon érdemes meg lehetne csinálni, igaz, amikor ott egymást túr, túrják az erdőbe, meg tapossák nem. a versenyzők. Ennek igazából mindig így ö, saját maga ellen kell az embernek mennie majd, igaz, a jövőben is. Igen, 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 igen. Hát egy ekkora tábú versenyt képtelenség megrendezni. Annyi helyre kéne frissítőpontot létesíteni, annyira egyszerűen összeszervezhetetlen, és arról nem beszélve, hogy azért nagyon népes mezőny nem indulna. Ezen egészen bizonyos. Azt mondjátok meg, hogy mi a legnehezebb a körben, szóval, hogy, hogy ha ezt nézzük, hogy melyik szakasza és miért? Hát mindenképpen a jégkáros szakaszok a legnehezebbek a Csipi ezeket a szakaszokat ugye tökéletesen ismerte, tehát az ő helyi nélkül uh, szerintem még most is valahol ott bujkálnék. Tehát ugye olyan szakaszokról beszélünk, ahol hogy az ónos eső meg a fagyások miatt az elmúlt években még bedurvultak. Ez a, a 2000... bedurvultak, igen. Igen, igen, ez a 2014 decemberében 2014 december december. volt, igen, azt Igen, és. Fár, rendesen. Tehát az, hogy ösvény nincs, nincsenek jelzések, tehát ez egy teljesen járhatatlan útszakasz, itt a fákon húztunk, másztunk alatta, fölötte, ahol tudtunk. Tehát nyilván megvan az, a, az az optimális útvonal, ahol át lehet jutni könnyebben, ezt a csipi ismerte. Mármint, mint hogy akkor idegenvezető is volt ilyen módon egy kicsit? Nyilván sokkal nehezebb lett volna, vagy nem is sikerült volna nélküle. Tehát mindenképpen ezt, ezt közösen így hoztuk össze. Tehát az ő ismerete az hatalmas előny volt. De azt miért gondoltad, hogy pont Brigitával kell ezt megcsinálni, és az, hogy ugye te, aki kétszer teljesítetted már korábban, miért voltál abban biztos, hogy vele is sikerülni fog, és hogy neki sikerülni fog a nők közül? Hát ö, mindenképpen szerettem volna egy női teljesítőt, akár a segítségemmel, akár anélkül. és ö, én egy olyan ember vagyok, akinek a feladás az egy nem ismert dolog. És mindenképpen olyan embert szerettem volna, akinek a mentalitása pontosan ugyanolyan, mint az enyém, és hát a Brigé ugyanilyen. Én láttam őt egyszer, egy 10 kilométert futottunk összesen előtte együtt, tehát én annyira őt nem ismertem, mint futó, egy 10 km volt, de láttam, hogy ott ő mit művel. De mi az, amit ami te abban a 10 km már is megláttál a versenyzőtársban? Az, amikor valakinek a mentalitása olyan, hogy nem a problémákat keresi, hanem a megoldásokat. És ezt egy 10 km, egy technikás 10 kilométeren ezt azért észre lehet venni valakin, hogy a problémát keresi, vagy a megoldást. És ez a körön nagyon fontos, mert pont a jégkáros részek pontosan erről szólnak, hogy az rengeteg probléma van, az fizikai, meg mentális, és ott a megoldást meg kell találni a siker érdekében. Neked magad a kapcsolatban egyáltalán nem voltak kétségeid? Azt uh, tudtam és uh, éreztem, hogy végig fogok menni, tehát uh, minthogy a Csipi is mondta, nem opció a feladás. Azt, hogy ebben a 30 órába beleférünk-e, vagy hogyan férünk bele, um, azt nem tudtam, uh, ha kicsúsztunk volna, akkor is végigmegyünk, Tehát ha, a a 40 nincs óra nincs. alatt, akkor 40 óra nincs alatt, nincs. De, de, nem állunk meg és, és, nem szállunk ki ezt. Nyilván, ha egy olyan sérülés közbe jön, ami, amivel nem lehet tovább menni, akkor természetesen nincs más megoldás, de, de semmiféleképpen nem szerettem volna feladni. Neked mekkora terepismereted volt, tehát erre a bevetésre, ott a bőrsönybe bizonyos szakaszokon mennyit készültél? -e? én nem jártam be a, a kör egyáltalán. Én csináltam magamnak egy itinert, leírtam a jelzésváltásokat, színessel, nagyon profi kis itiner volt, amit éjszaka egyáltalán előse vettem, tehát napközben követtem, de nem jártam be, tehát voltam már a Börzsönyben csóványos, nagy hideghegy, tehát ezeken az ismertebb helyeken, de de szerintem nincs 20 km, amit egybefüggően ismertem volna. Na most mielőtt elkezdi valaki a fotelbe ingatni a fejét, hogy 30 óra, egy kicsit világítsuk már meg ezt, hogy hogy van itt séta, gyaloglás, futás, tempó az arányok egy, egy, egy ilyen 152 km, ami egyébként több is lett a kitérőkkel együtt, legalább 160. Hát igen, a végére ez összejön 160 nekünk, nekünk a GPS alapján 160 km lett a vége. Briginek annyit mondtam előzetesen, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy három darab 50-esre van felbontva. Az első ötvenest azt, azt végig futjuk, ott, ott, ott nincs kegyelem. Tehát azt végig kell futni, ez meg is történt. Tehát ott nincs leállás? Ott nincs le semmi. Tehát annyi, hogy egy helyen álltunk meg vizet tölteni két perc, és mentünk tovább. Ennyi volt az első ötven. 50 kilométernél a nagy hideghegyi turistaházban e, tudtunk e, melegételtenni, tenni, ott körülbelül 10 percünk elment erre. Akkor követ... egy kiadós 10 perces kajálás? Így van, így van. Így van, szerencsére a személyzet nagyon kedves volt, mint mindig. És onnan a következő 50 annak a jelentős hányada az futás volt. Ott már azért a, a, a keményebb emelkedőket azt nyilván gyalogolja az ember. Tehát már a, a, a negyedik 500 méteres egybe szinte emelkedést már nem lehet megfutni. Legalábbis mi nem tudjuk megfutni. És az utolsó 50-es igazán a miért az ember csinálja ezt. Az utolsó ötvenes az, ami már nem esik jól fizikailag, egyáltalán nem, akkor már az ember várja a végén a katarzist, már várja minden, már bent lenne, már várja a szeretteit, és igazából én az előző két teljesítésemben is ott éltem meg olyan dolgot, amit nem tudok senkinek átadni, csak akkor éli azt meg valaki, hogyha ott, van. Hát ez lehet valami olyasmi, úgy szoktam mondani, hogy flow amikor az ember eljut az állapotba, hogy legyőzi önmagát, és ez még örömet is okoz neki, nem ott, kicsit. Ott igazából 10 perc van, amiért az ember megcsinálja ezt a 30 órát. Van 10 perc, mindig van 10 perc, amiért az ember megcsinálja. Így van? Megtapasztaltad ugyanez a helyzet? Igen, abszolút. Tehát ezért a 10 percért küzd az ember 30 órát. Igen, de ez, ezt a 30 órát sem úgy kell elképzelni, hogy végig szenvedtünk. Én nem tudom, hogy a Csipi hogy van vele, de én mikor beérek a célba, az összes negatívum, az összes szenvedés, az összes fájdalom, ami útközben ért fizikai, lelki, elfelejtődik, tehát eltűnik, és most igazából nem is tudnám megmondani, hogy mi volt az, ami, ami annyira negatív élmény volt a körben, mert nincs ilyen. Tehát nyilván fájt, nyilván az éjszakai holdpontot... Tipikus hallucináció? Nem, az most nem volt, az egy kicsit több éjszaka <laughs> <laughs> Nem, nem, nem volt, de belassulás, befordulás az volt. De, de ez is így utólag már tényleg megszépült. Visszamennél? Persze, bármikor. <laughs> Megcsinálod még egyszer? Megcsinálom, Meg de nem érzem magam felkészültnek arra jelen pillanatban, hogy egyedülnek nekivágjak, Tehát nyilván be kellene járni azokat a szakaszokat, amik éjszakaiak, a jégkáros részeket, többször, és még ennek ellenére is benne van az eltévedés. Uh -huh. Meg fogja ezt csinálni egyedül is? Száz százalék. Mi az emberi teljesítőképesség határa uh, szerintetek ebben, uh, ebben a ehhez a 30 órához képest? A pálya csúcsot Gábor tartja, ő egy picit pár perccel 24 órán belül ment, de az nagyon fontos tudni, hogy ő a jégkár előtt ment. Az a jégkár azért az egy két órát minimum az emberben, az ember tehát több, több, két órával több kell biztos a jégkár óta. Hát azt gondolom, hogyha valaki az ő rekordját meg tudja dönteni, az egy hatalmas nagy leakalap. Hát akkor belefejelt a plafonba már valószínűleg. Így van. Köszönöm Igen. szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük, Köszönjük. szépen.